Urbani mi vagyok, 11 éves, a pályázatra szeretnék jelentkezni. Én vagyok a jelölő, Sensei Noé pedig a jelölt. Érezzek és tapasztaljak az életemben. Lili, szerinted Sensei jó ember? Hát az meg milyen kérdés? Persze, hogy jó ember. Szereti az állatokat? Hogyne, neki is van egy kutyája. És az embereket szereti? Igen. Tudod, mindenkivel jóba van, milyen barátságos, vidám, és mindenkinek tudod segít. Képzeld el, egy indiai gombát nevel, amivel a beteg embereknek segít. Tényleg? Ezt nem tudtam. És már nagyon sokan meg is gyógyultak tőle. Szerinted a többiek szeretik Sensei? Szerintem a csapatból mindenki szereti. Hát én is nagyon szeretem. Én is szeretem. Mindig kiáll mellettünk, mindig számíthatunk rá, és mindent megtesz azért, hogy mi sikeresek legyünk. Büszke is vagyok rá, hogy tőle tanulhatok, és hogy a tanítványa lehetek. Most már te is a tanítványa vagy. És mit fogok tőle tanulni? Meg fogod tanulni a karatét, és olyan ügyes leszel, mint én. Meg fogod tanulni az alázatosságot, a tiszteletet, a becsületességet, na és a kitartást. Légy ma megágyazol helyettem. Ja, persze. Mely szerinted Sensei jó ember? Szerintem én már jó embernek született. Holnap megkérdezed a többieket is. Meg fogom kérdezni. Szerinted a következő kérdés szeretnének ezt feltenni. Szerinted miért jó ember az anyukád? Mert mindig számíthatok rá, segítőkét, és mindig kitart mellettünk. Hát azért jó ember az anyukám, mert mindenben segít nekem, ha rossz voltam tanuláskor, ha meg egyáltalán valamilyen problémám volt a közönetében. Mert jól tudja tartani az edzéseket, meg tud fegyelmet tartani. Elhagyja a családját, és amellett, hogy ennyi baja van. Azért, mert tanítja az embereket, a gyermeket, és kiáll mellett. Mert mindent megtesz azért, hogy mi sikeresek legyünk. És... Más nem. Okay. Remek ember. Jó lelki, jó cívű. Főzünk. Meg... Kedves, segítőkész. Mert önzetlen. Segítőkész. Szerintem azért, mert egy jó sportember, és egy nagyon jó oktató. Hát szerintem azért, tudod, mert nagyon-nagyon sok kis gyerekeknek tanított a sport szeretetére, és azok a gyerekek, akik az ő keze alatt edzettek, karatéztak, azok volt egészséges lelki világú és küzdő fiatalok lettek, mint hogy te is az leszel. Hát azért jó ember, mert mindenkivel törődik, mindenkinek jót akar, hogy haladjanak előtte az emberek. Azért, mert sokat foglalkozik gyerekekkel, szereti a karate sportot, és gondolom, hogy szívesen vagyok benneteket. Mert a barátom segítőkész, a problémámmal fordulhatok hozzá bátor, és segíthatom nekem. Nehézségeim vannak, lelkelek vagy szempontból. Miért jó ember Sensei? Gárdó Éminől van szó. Mert szerintem a rábízott gyerekeket tudása legjobbával tanítja a karatéra, abban vezetlen módon és önfeláldozóan. Mondjad már, Dorina. És mutatták, ugye ezek a gyerekek tényleg teljesítenek. Ha valaki másokért ezt megteszi, vagy inkább saját magától vonja el és áldoz rá, tehát ez biztos, hogy egy jó ember. Ennél jobb ember nem kell, bárcsak mindenki ilyen lenne.
Mert jó ember. Hát szereti a gyereket is, mindennek is a gyerekét, és ezért. Nagyon okosan foglalkozik a gyerekekkel, nagyon sok mindent megtanít nekik, és hát ért a gyerekek nyelvén. Miért jelöltél el? Azért jelöltelek téged, mivel segítőkész vagy, segítesz, hogy minél előbb célba érjünk, és hát te vagy az én legnagyobb példám.